Madárfüttyő, szép jó reggelt kívánok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és ez a második tap, második játék, második tesztelése, Isten igazából. Megnézzük, hogy milyen lenne a YouTube, hogyha nem a YouTube lenne, hanem valami más, ezt még állítgatni kell dolgokat. De remélem, hogy rendben leszünk. Na, így nagyjából jó a kamera, nagyjából jó minden. Nem baj, nyugodtan beszéljetek ott hátul, gyerekek. Luca be is köszönhet, hogyha akar. Akarok. Szia, Cobra Live, Madárfüttyő, szép jó estét kívánok. Nem tudom, milyen a kép, mint hogyha ott egy kicsit ilyen sötét lenne ezen a Twitch-en. Gyere, hát ide körbe, Luca, hát hogy máshogy tudnál beköszönni? Hogy mi a bánat? Várj, mindjárt jössz oda, ne parázzál. Ott vagy, látod? Várj, mindjárt jössz oda, ne parázzál. De miért ilyen sötét itt a, ez a nyomorult Isten átka? Madárfüttyő, szép jó reggelt, azt kell mondani. Nagyon jó. De nekem nem ilyen. Utass csak. Most meg fogok halni. De nem baj. Meg akarom nézni, hogy milyen. Hát. Kicsit sötét a kép szerintem. Kicsit sötétebb, mint ahogy én látom. De és magammal. Tehát én is. Nem tudok most elfutni luller. És én is sokkal sötétebb vagyok. De egy pillanat. Hát egy picit sötét bizony a kép. Mindjárt. Aztán úgyis újat kezdünk, csak... Jaj már! Rugdos. Úgy... Nem. Mit csinálsz már? Egy fényerőt adunk neki, egy keveset. Úgy. Szerintem így jobb lesz. Szerintem így mindenféleképpen jobb lesz a stream. Ezt innen kilépünk. És elkezdünk játszani. Szia Jani, Madárfüttyő, szép jó reggelt kívánok. Itt a zöld hátteret főrúgták a lányok, de nem baj. Ma a Projekt Zomboiddal fogunk játszani. És azt nézem. Minőség. Nem vagyok elégedett a minőséggel, az, az igazság. Hát nem tudom még, hogy mi lesz, kedves János. Madárfüttyös, szép jó reggelt. Szia Hanzi, üdvözöllek téged is. Kicsit fura a kép, nem? Vagy legalábbis nekem fura a kép. Na nézzük, kezdjünk el játszani, aztán elfogadjuk a tanácsokat, megnézzük, hogy hogy állunk, meg ilyesmi. Üdvözlök minden kedves kollégát ezen a csodálatos, derűs csütörtök estén, délutánon. Egy-egy órás streamet láthatunk, egy... sorozat kezdetét Isten igazából a Projekt Zomboidból, és mi az Opening Hearts, alapvetően ez egy alap Projekt Zomboid, nincsenek benne modok egyelőre, de nagyon szeretném megtanulni ennek a mechanikáját, és egy nagy áruházba fogunk kezdeni, és az lesz Onion, az lesz a nevünk, hogy Onion Purple. Hello, jobb, mint a Facebookon. Igen, csak kicsit sötétnek tartom én, megmondom őszintén, a képet. Lehet, hogy betévedek, talán egy picit sötétnek tartom a képet, talán... De nem baj, nem baj, nem baj, nem foglalkozunk vele. Nekiugrunk itt a bulinak. Ja nem, Onion. Purple. Purple. Na, egy nővel fogunk menni, ja nem, mondom, egy nővel fogunk menni. Onion Carter lesz a nevünk. Fehérből blues nadrág cipő, és el is indulhatunk. Carpentert fogunk játszani, mert szeretnék sokat építeni, és valamilyen olyan bázis kialakítani magamnak, ahol könnyen és gyorsan tudok érvényesülni, és ehhez a Cat's Eye képességet fogjuk kiválasztani, mely egy éjszakai, jobban látunk éjszaka. Meglátjuk, mennyire jó. Mi a helyzet, Jani? Itt vagy még? Madárfüttyös, szép jó reggelt még egyszer neked. Hogy vagy mindig, Jani? Van régen láttalak, hogy
el se tudom mondani. Bizony. Bizony, olyan régen láttalak, kedves János. Kedves Kobra, te hogy vagy? Most már ingyenes a Titan Quest. Ingyenes a Titan Quest. Látom, Jani, hallod? Nagyon durva egyébként, hogyha így beszélhetek ilyen kicsit magánabb jellegű dolgokról. Hogy azért te összejötted, hogy néhány évvel ezelőtt te összejöttél azzal a lányjal, de te nem csinálsz semmit félig, mi? Mert hogyha már összejöttél, akkor izé. Itt a Streamlabs-i dolgokat írogat. Nem is értem, mit akar tőlem ez a Streamlabs. Na, mindegy. Írogat. Ilyet írogathat. Minden este streamelni akarok. Hát hajrá, kedves. Hajrá, kedves András. Na, látjátok, ez egy nem túl szerencsés kezdés, Isten, igazából egy nagy bevásárló központban vagyunk, ahol a zombik megrohanják az ajtót, és gyakorlatilag pillanatokon belül be fogják törni. Nekünk meg jó lenne valamit megtalálni, munkanem elviszi a streamektől az időmet. Ja, hát nem azért kérdeztem. Nem, tényleg úgy látom, hogy bejött az élet neked, kedves János. Ugye, keresünk egy... Keresünk dolgokat, az igazság. Jó lenne egy hátizsák, hátitáska. Itt pulóver van. Iskolatáska az jó, az nagyon jó. Hátra föl is vesszük. Így már több cuccot fogunk tudni elvinni. Fölkapcsoljuk itt a villanyt, hogy jobban lássuk. Óvatosan kell lennünk, mert minden oldalról megtámadták ezt a nagy áruházat igazából a zombik. Hoppá, és egyik oldalról már be is jöttek. Kéne találnunk valamit, amivel zombikat... bazd meg. Már bocsánat, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Hülye vagy, mennyi zombit. Atya, úristen, jaj, ne már! Hussál egy picit legalább, az ég áldjon meg. Kellene valami, amivel szét tudjuk kalapálni a zombikat. Twitch-en lehet? Ja, anyázni? Hát én nem azért nem anyázok, mert YouTube-on nem lehet, mert YouTube-on is lehet anyázni. Minden ellenkező híresztéléssel ellentétben. Az egyéb videósok nem feltétlen azért mentek át néhány évvel ezelőtt, mert Twitch-en vagy a YouTube-on nem lehetett anyázni. Na, futás! Megpróbálunk elsúnyolni itt, és keresni egy lépcsőt, amivel föl tudok menni ott az emeletre, ott talán kevesebb zombi van. Köszönöm szépen, kedves Farkas, hogy feliratkoztál, Farkas János. Madárfüttyös, szép jó reggelt neked negyedszerre is. Hoppá, aha, hogy itt kevesebb van. Hát itt nincs kevesebb, viszont rohadt sok van még mindig. Üdvözöllek, Prometheus, téged is, Madárfüttyös, szép jó estét. Aztebetyár mindenit. Nagyon aranyosak vagytok, hogy itt vagytok. És hogy támogatok ebben a kísérletben, ahol megpróbálom, hogy milyen Twitch-en streamelni. Az igazság. Megmondom őszintén, hogy sokáig ellene voltam ennek a dolognak, de... Hanzi barátom rábeszélt. Elég keményen. Most úgy kellene megoldanunk ezeket a dolgokat, hogy legyen valamilyen fegyverünk, hogy közben nem szexuálnak meg a zombik. Mert állítólag, ha megszexuálnak a zombik, akkor betegek leszünk, és az olyan fajta betegséget nem szeretnénk. Meg van, hogy a zombik, a Superman az egy szimbolika. Hát persze, itt a Black Friday eventet próbálják meg egyébként kifigurázni. Ez teljesen egyértelmű. Kell valami, amivel... Itt mondjuk nem feltétlenül a legjobb helyre jöttem, de akkor is kell valami, amivel nem fogok megdögleni. Ez egy ékszerbolt. Az ékszerboltban nem nagyon tudok olyat. Talán ékszerbolt hátuljában van fegyver. Szemüveg az van. De kell az anyjának szemüveg, megmondom őszintén. Csavarhúzó. Csavarhúzó az jó. Szögek az nagyon jó. Összeset felvesszük. Akkumulátor, hát igazából annyiféle tárgy van, nyilván, mint az életben, vagy hát nem annyi, mint
mint az életben, de azért közel annyi, mint az életben, és nem tudjuk mindent elvinni, úgyhogy nagyon meg kell gondolni azt, hogy mi az, amit fogunk használni. Itt becsukjuk az ajtót. Egy biliárdákó van nálunk. Hát egy biliárdákót szerintem két kézzel megfogjuk. Hát a dákót csak két kézzel szabad megfogni. Filmekben azért mennek szupermarketben, mert az emberek is ész nélkül vásárolnak ott. Hálásabb számomra a Twitch, mint a YouTube. Na, miért? Hogy? Kalapács, az kell. Dobozszög, az kell. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy engem nagyon elkesített a YouTube az előző időszakban, mert sok energiát belefetszöltem, és nem nagyon. Itt van kenyér, cukor, élelmiszerre szükségünk van mindenféleképpen. Amit még szeretnék, esetleg egy dupla csövű sörétes puska, ha lehet kívánni, de nem lehet. Nem tudom, mennyire halljátok egyébként, hogy borzasztóan dörömbölnek a zombik mindenfelé is. Üres bögre nem kell nekünk. Sokkal stabilabb a kliens és több felhasználói élmény. Hát ezeket a felhasználói élményeket még csúnyán egyébként... Ojaj! Csúnyán egyébként... ki kell tapasztalnom, meg kell tanulnom, hogyha tényleg itt maradok, majd meglátjuk. Mi van ott Black Friday? Hát itt van Black Friday, elég keményen. Nem nagyon tudtam igazából összeszedni jó sok cuccot, megmondom őszintén. Becsukjuk ezt az ajtót. Kicsit a karakterünk erős pánikban van. Jó lenne, hogyha gyógyszertárat találnánk. Ezt nagyon szeretem az ilyen helyiségeket. Itt mindig van jó dolog, például feszítővas. Feszítővas az mindig kell egy. Hogyha zombi apokalipszis lenne, akkor egészen biztos, nem egyet veszünk fel az összeset, egészen biztos, hogy a feszítővas lenne az első dolog, amit megkeresnék. Gyufa kell. Tól most egyelőre nem kell. Még megnézzük errefelé mi van. Aha, a tető. Errefelé nem megyünk. Jaj. Egyébként meséljetek, milyen volt a hetetek. Úristen, itt nyílnak utánam az ajtók, csapódnak ki az ajtók. De nem. Nem jön senki. Nem jön senki, hál' Istennek. Jaj! Aha, nem mi. Gyerünk innen. Ezen, maradj ott. Ez, képzeljétek el. Én ezt nem is gondoltam volna, itt Hanzi ajánlotta nekem ezt a játékot, és utána olvastam közbe, hogy emellett a játékban, vagy a játék mögött egy olyan elképesztően nagy közönség van egyébként, hogy nem hiszed el. Vigyázz már! Ne, néni! Szexelni csak fiúkkal! Ja! Ez az? Úgy. Puty! Ugye hát ez a... Hoppá, eltört a baseball ütőm, mi? Nem annyira jó, rossz, vagy jó. Nem baj, használjuk a feszítővasat. Gyere, cica virág! Erzsi! Csapkod, ne már! Úgy! Ez az, szavasz! Erzsinek reszeltek, van egy kulcsa, de nem tudom megoldani. Eltört a dákó. Hát igen, hogyha az ember használ valamit, akkor az eltörik. Nem tudom, hogy ez... Ez milyen? Még azt kell megtanulnom, hogy itt a Twitch chatet hogyan tudom beleégetni a videóba. Mert az király lesz egyébként, csak mondom. De nagyon sötétnek tartom a képet még mindig, majd ezen dolgoznom kell. De drága barátaim, az igazság, hogy kövessetek ide, nem feliratkozni kell, hanem kövessetek itt be. Mert úgy döntöttem, hogy itt fogom folytatni a pályafutásom egy... videós pályafutásomat. Szerintem ezzel is dőlt igazából. Jó lenne, hogyha nem pusztulnék meg. Lehet ki kéne menni most már, mert ez azért egy igen veszélyes hely. Megpróbálunk kitörni ebből az áruházból. Már mindenhol zombik vannak. Mindenhol. Ajaj, mondjuk
sok pénzt nem adnék az életemért most, úristen! Azt a rohadt! Azt a rohadt! Oh, hülye vagy! Azt a büdös, mocskos! Ez mi? Hát ez erős volt. Filmtörténeten is tanítják. Ja igen. Remélem van biztosításod. Ugyan már. Itt olyan skillek vannak a háttérben, kedves barátom. Kedves András, hogy el se hiszed. Persze piát nem hoztam magammal. Nyuszkó, tudsz adni egy kis vizet nekem? Nézzétek el, hogy úgy streamelek, közben megy itt a hagyma és alma nevű rajzfilm sorozat. Nem bírok, kész, meg fog halni. Nem fog tudni elmenekülni. Hát valamerre csak lehet menekülni, ahol nincs 1 millió darab zombi. Bármerre megyek, 1 millió darab zombi van. Köszönöm, meg fog halni. Nem vagy meghalom, kezdünk újra. Nézz meg, fiú, hallod? Ez azért nem az álmaid. Álmaid sportja, gondolom. És kedves kobra, szalad a Cségó. Ahelyett, hogy Cségó streamelni minden este, látod? Arra biztos, ott úgy láttam a Twitch-nek a rangsorában, hogy Cségóra mindig van érdeklődés. Bele is halnék. Belehalnál a Cségóba. Hát egy Cségót szereted, nem? Vagy tudom én. Nincs a kukába semmi sajnos. És szomjas vagyok, mint az állat. Persze nem találtam semmit, gondolom, amit megihatok. Csak olyat, amit ehetek. Mi ez a Starplex? Basszus. Ha én például egy zombi apokalipszisbe csöppennék be, akkor egészen biztos, hogy egy sötét moziba mennék. És jönnek utánam, egyszerűen nem tudnak nem utánam jönni. Ezek leszakadnak valamikor rólam, vagy többet soha, vagy mi az anyám van? Jaj, itt volt egy kis fény, azt is lekapcsoltam. Subnautica, RDR 2, Jurassic World Evolution, Forestet élveznék. Hát Forestet fogunk streamelni a héten is, valamikor. Csak hát hiába mondom neked, hogy gyere streamelni, te még vissza se jelzel. Na! Kedves Hanzi, mi a véleményed egyébként? Ó, basszus, ott valami van az ajtó mögött. Úgy. Lögd már el, azaz, üssed ki! Jó, egy zombie down. Kulcs, ez nem kell. Biliárdákon meg feszítővas az egy van. Ojaj! Ugye, és merre felé menekülsz? Ha van egy kis eszed. Lefelé vagy fölfelé? Csak kérdem. Remélem nincs más lejárat, csak ez az egy. Fájdalom. Enyhén szomjas. Enyhén vérzik. Kajás. Az ég áldjon meg engem. Csak ott lehet lemenni. Kész. Kész. Hihetetlen. Brutál új értem, hogy az Evil Dead mozifilm. Hát ja. De most megint mi lesz? Vérzek is. Nincs mit ennem, nincs mit innom. Illetve ennem még lenne, de innom nincs. Kicsi stresszes vagyok. Ennyi? Ez a négy zombi, akit nekem most itt ápolnom kell? Ezt én megápolom őket.
Ne már! Úgy. Úgy. Nem á... Nem hiszem el! Meg fogok dögleni ezek nyomorult négy zombi miatt! Nem tudtam rendesen összekészíteni magamnak az áruházba a cuccot. De legalább itt lehetett volna annyi eszem, hogy amikor bejöttem... ...szessen belém. Ez a kezdet minden ilyen játékban, a játék elkezdése az borzasztó nehéz egyébként. Ó! Oh! Na viccelsz! Na ne viccelj már velem! Ez valami vicc. Ez egy komoly vicc. Hát hogy az anyámba megyek innen le? Ja, hogy... Aha. Hát ez hülye! Meg fog halni. Máshol fogunk kezdeni szerintem. Le lehet ugrani? Le. Nem haltam meg, csak egy picit. Nem már! Nem már! Nem már! Nem már! Nem már! Hú. 6 órát tudtam túlélni először a játékban. 6 órát, drága barátaim. Ez nem túl jó. Nem túl jó eredmény. Na, próbáljuk meg újra. Simán megoldjuk. Simán. Közben ezt az én nagy pofámat kisebbé tesszük közben. Hogy... Na, ügyesebben állítjuk össze a dolgokat. Én azt tudom mondani. Azt tudom ígérni. Először is nem a bevásárlóközpontba fogunk menni, hanem... egy alapjátékot fogunk kezdeni kisvárosban. Karakterünk neve... Várjál! Jani! Hát a szerencsét hoztam. Jani! Mosrae. Lesz. Így. Ez az a karakterünk neve. Csodálatos pulóver, nadrág, cipő. Fekete haj. És rámegyünk a bulira. Ujj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 
menjünk, szerintetek? Milyen karakterrel menjünk? Melyik a jó? Az a baj, hogy minden olyan rohadt jó, és semmelyik nem tudunk menni. Farmerkodjunk, vagy szerelővel menjünk? Hát igen, ha szerelővel megyünk, akkor kell, hogy... Jó, a Transfer Inventory Slowly-t, azt kiválasztjuk negatívnak. Ugye itt pozitív és negatív tulajdonság között tudunk választani. És ugye a negatív tulajdonságok azok plusz pontot adnak, a pozitív tulajdonságok pedig mínusz pontot adnak. Így így kell nullára a karaktert megoldani. Ez nagyjából azt jelenti egyébként, hogy most, hogyha szerelőbe megyünk, akkor itt mínusz 4 felhasználódott pontunk van. De nem tudom. Szia Cortez, madárfütyös, szép jó estét! Nem tudom, hogy te a YouTube-ról érkeztél-e, vagy itt találtál rá a csatornára, de örülök, hogy itt vagy. Képzeld el, ez az első Twitch live-om. Nagyon durva. Doktorral menjek? Mondjatok már valamit! Mivel menjek? Ti mivel mennétek? Harcossal mennétek inkább? Vagy... tehát rendőr, vagy biztonsági őr? Brurglár betörő! Hülye vagy, az tök jó! Jaj, csak annak izé kell.
Annak kell sok negatív tulajdonság. Én már régóta itt vagyok. Ja, jó van akkor, betörő, csapjad. Betörő, de milyen negatív tulajdonságokat válasszak ki? Örülök, hogy itt vagy, Cortez. Ismered a játékot? Ajajajajajaj, slow healer, slow learned, thin skinned. Nagyobb a veszély a fertőzésre. Túlsúlyos. Alulsúlyos. Gyenge. Nem tudom, hogy süket legyen. Mi az fél a nyílt területektől az agrofóbiás? Egy zombis világban félne nyílt területektől az milyen? Jó, legyünk rövid... Na, nem, félek minden negatív tulajdonságtól félek. Jó. Lassan fogunk gyógyulni. Hogyha odáig jutunk, drága barátaim, hogyha odáig jutunk, hogy gyógyulni kell, akkor már úgyis buktuk. Az az igazság. Ez az igazság. Ez multiba lenne jó játszani egyébként, szerintem. Az nagy király lenne. Egyszer Scooddal próbáltuk még nagyon-nagyon régen, a YouTube csatornán megtalálható szerintem. Ott volt Home Prime is talán, igen, az biztos, meg talán egy-két ember. Nagy káosz lett a vége, Isten igazából. Ez a történet megmutatja, hogy te hogyan halsz meg. Tehát itt nincs is igazából ennek a játéknak pozitív végkifejlete. De az egészen biztos, hogy meghalunk. Fölkapcsoljuk a lámpát. Nem tudjuk fölkapcsolni? Ja, ez itt van a lámpa. Na, mink van nekünk? Újságunk, jegyzetfüzetünk, könyvünk, papírcsomagunk. Aha, csirke, nyers. Azt nem tudom, hogy hogyan lehet megállapítani azt, hogy mi éhesek vagyunk, vagy nem. Nem túl segítőkész a játék ilyen szinten egyébként. De megpróbáljuk így túlélni a dolgokat, hogy nem elmenni helyekre, hanem megpróbáljunk a mi kis házunkban túlélni. Nem tudom, hogy ja, így kell mászni. Átmásztunk. Itt van egy étterem. Ez egy jó kezdés egyébként, mindenféleképpen. Mindenféleképpen jó kezdés. Ott van benne egy zombi, de nem probléma. Narancsszódát elvesszük. Meg a másik kaját is elvesszük, ezt meg bezárjuk. Ne dobogjál, hülye gyerek! Itt dobog is idejönnek az összes... Na látod, mondtam, hogy bejöttem volna, te! Bejöttem volna. Te meg betörted az ablakot. Te! Hogy... Nagyon jó. Szépen szép tapostuk. Zombinkat. Meg kell nézni, hogy mi van itt bent. Ez egy kajálda, valószínűleg fogunk találni valamilyen fajta kést, az egészen biztos. Zsebkendő. Jaj, nem tudom, mit keressünk. Ja, megpróbálok ide hátra jönni. Vannak hűtő, gondolom tele van kajával. Hamburger. Ezeket a kajákat szerintem szépen fölvesszük és hazavisszük. Az egészen biztos. Nem tudom, hogy ezeket a retket, meg ilyesmit el lehet-e ültetni, de szerintem mag kell hozzá mindenféleképpen. És utána körülnézünk itt a területen, hogy mi merre van. Igazából jó lenne egy autó például, szerintem. És jó lenne az autóval távolról hozni a cuccokat, hogy ne itt közeli dolgokat éljük fel, illetve ne az legyen, hogy össze-vissza császkálunk, és ez zombik meg ide jönnek hozzánk.
Viszont jó nagy házunk van, hál' Istennek. Kéne keresni valamit. Csukd már be az ajt. Úgy. Kéne keresni valamit, amivel zombit tudunk ölni. Van egy csomó. Csomó. Magazin, meg könyv, az biztos, de hát azzal nem tudunk zombit ölni. Borotva. Ezekkel se nagyon tudunk zombit ölni. Fian, szerinted egy bokkefével lehet zombit ölni? Azt mondta, hogy nem. Úgyhogy egészen biztosan. Által csak késsel lehet. Itt egy kés, az jó. Jó. Tényleg? Jó, berakjuk. Ládába tesz. Berakjuk szépen itt a kaját a hűtőbe. Nekünk ott jó lesz szerintem. Teljesen fölösleges magunkat cipelni, Isten igazából. Megtelt vagy mi a bánat? Szalonna. Nem telt meg. Póréhagyma, jó. Elsődleges eszköz. Jó, itt a késő. Neki a bája levente, mert itt azt hallják, hogy te énekeld az alma meg a hagyma himnuszt. Cipő, lepedő, öv, túrázó táska. Az eleje ez nagyon, mindig nagyon macerás. Nem erre akartam jönni. Még letilt a Twitch a végén. Ja, hogy izé. Fiam olyan élethűen énekli az alma, hagyma betét dalát? Itt nincsen egyébként egy villanykapcsoló? Tehát, hogy ez elég fura. Fésű, altató, lepedő. Jó. Jó, nagyjából képbe vagyunk, hogy semmi érdemleges nincs ebben a házban. Ez már biztos. Mindjárt keresünk, körbenézünk. A kis létszeres, azt a izét létsz egy picit. Ó, van egy kis házunk is. Aha! Na gyertek, bimbók! Egy kés, két kés. Eltört a késem! Ennyi volt a késem! Milyen hangokat adnak ki? Akkor meglököm, fia, meglököm. Puff. Azaz, tapossat! Tapossat! Én a fiú vagyok. És megpróbálom feldönteni, hogy el tudjam taposni. Mert ez nem biztos, hogy ezt a gyerekemnek akartam mondani. Na nézzük, cipő, mellény, nincs semmi érdekes, szoknya, nincs semmi érdekes. Na nézzük, mi van itt bent, szögek, kötél, deszka, ajtó, zsanér. Nincs semmi érdekes. Jó, de elég nyugodt a környék, tehát itt nem biztos, hogy úgy meg fogunk pusztulni egyébként, mint az előbb. Úgyhogy ez nem feltétlenül rossz. Jó lenne egy ember, aki érte ez a játékhoz egyébként. Tudnám díjazni. Na most már itt használhatjuk a betörő képességeinket, mert itt vannak a szomszéd kecó. Megtaláljuk Manyi néni, a szomszéd öreg banyának a búrógépét itt az ágy mellett. Ugye mindannyian tudjuk, hogy nem fúrógépre gondoltam. Azaz. Tapossat, azaz. 9 méteres lőszer. Összeset felvesszük. Ha itt van 9 méteres lőszer az emberünknél, akkor remélem, hogy van valahol pisztoly is. Pisztolynak lennie kell. Lepedő, szoknya, öv.
Miért nincs egy nyomorult Isten átka villanykapcsoló? Ez érdekel engem. Hát ha használjuk akkor a villát, mint elsődleges fegyvert. Van itt konzervnyitót, azt felvesszük, mert a konzervnyitó nagyon fontos. Mert hogy találsz egy konzervet, epervető magcsomag, azt felvesszük. Itt vannak a konzervek. Találunk egy konzervet, és úgy halunk éhen, hogy a kezünkben van egy konzerv, akkor az durva. Chipset viszont megesszük. Meg egy vizes palackot is. Akkor most már van elvileg kajánk, meg piánk. Ami igazán kéne nekem, az mégis inkább valami komolyabb dolog. Itt vannak a kraftolós dolgok. Hogyha stone axe-ot szeretnék kraftolni, akkor kell hozzá ág, chipped stone. Mennyi mindent lehet itt csinálni. Gyerekek! Na egy kicsit mindjárt rámegyünk ezekre a dolgokra. Hazamegyünk, szerintem megpróbálom elvetni az epermagokat. Amerikai még szép. Megpróbálok elvetni. Szerintetek, tehát mi visz rá egy embert egyébként arra, hogy egy zombi túlélés játékban egy gumikacsát, egy sárga gumikacsát belerakjon? Ez érdekelne egyébként. Hogy mi erről a véleményetek? Valami tényleg normális fegyver is kéne, Isten igazából. Ilyen amerikai kertvárosi családi házasövezetben vagyunk. Itt is mindjárt megtaláljuk itt a vibrátort. Borotva, fési, fürdőlepedő, jó. Egyre körülnézünk. Valami kerti szerszám nincs? Hát szerintem a kerti szerszám a fészerben van hátul, csak itt van anyjuk meg apjuk. Villával megszurkodtam apjukat. Még rá is tapostam párszor. Dőlj már el! Ha eldől... Azt most meg sem merem kérdezni, mit csinálok vele. Meg egy amerikai házban nincs fegyver. Hát én is ezt kérdezem. Ott a konyhakés. Mostanában kezdve ez lesz az elsődleges eszközöm. Csak elő ne jöjjön Johnny egyébként. A kisfiú. Megesszük az epret. Drót, kanál, magyaróvaj. Elég jól el vagyunk látva. Igazából valaki kopog. Várjál, megnézem ki az. Hello! Anyád úristen itt! Szereztem. Itt vagyok. Meg kell néznem. Várj, csak itt van valami map. Itt egy map. Elolvassuk a mapot. Ezt te betyár minden, csak nem tudunk, hol vagyunk. Vagy egyáltalán ez az... Várjál már, itt elvileg van egy police station. Van egy police station, és... Na várjál. Hoppá. Van itt valahol tér, vagy rét? Vagy ebbe vagyok, egy Rosewoodba vagyok? Kacsa volt benne a demo modell, lehet? Ezt meg kellene találnunk. De szerintem ennek, ez nem az a város, nem ennek a városrésznek a térképe volt egyébként. Vagy nem tudom.
Kár, hogy nem lehet elfordítani itt a kamerát, az hiányzik egyébként nekem. Ez mi a bánat? Ez lehet az iskola? Ez iskolának néz ki, srácok. Ez iskolának néz ki. Ha ez iskolának néz ki, akkor az elsőn, iskola után el kell fordulnunk balra. És ezek mik? Uha, uha, mennyien vannak ott? Nézzük csak meg még egyszer. Mint hogyha itt mennék lefelé. Itt elfordulunk. És remélem, hogyha igazam van, akkor most itt jövünk. Itt. És itt lesz egy tűzoltóság. Nem lehet eszképpel kilépni. Itt lesz akkor egy tűzoltóság és egy rendőrség. Ne, oda nem nézek be. Tudod mennyien voltak ott, Hanzi? Egy trillióan volt. Egy száz trillióan. Ez nem tudom, hogy tűzoltóság-e. De szerintem lehet, hogy mégsem ennek a térképét találtam meg, az igazság. Mert hogyha ennek a térképét találtam volna meg, akkor ennek kell lenni. Vagy ennek a rendőrségnek. És ez rendőrséges? Na, kalapács az kell. Kalapács az mindenféleképpen kell. Levente, ne csapkodjál már itt a hátam mögött, mert főrúglak. Már bocsánat, nem szabad ilyet mondani egy gyerekre. Összeset felvesz. Veszünk a kalapácsukat. Még kell itt csapkodni mögöttem. Ez lesz a tűzoltóság szerinted? Ez? Na nézzük. Ez nem tudom. Nem tudom, mi az igazság. Vagy Chiefs meg pesgő. Nem baj. Nézzük csak meg, hogy most mi van a kezembe. Ezt elsődleges eszköznek kiválasszuk. Headbanger Alive Inside. Miért nincs lámpa egyébként? Hát itt nincsen már, itt egészen biztos, hogy nincsen már túlélő. A száz... Ott mi volt? Villa, szemetezsák. Szemetezsák kell nekünk. Szemetezsák az biztos kell nekünk. Mert abba készítjük el egyébként a... Döglött egér. Abba készítjük el egyébként a növényeknek a tápanyagot. Megnézzük a térképet megint? Nézzük meg. Readwork. Ez lehet, hogy ez a Kurt House. És tényleg az volt a rendőrség, az a kis házot lejjebb? Na, akkor kimegyünk, megnézzük. Ha az a rendőrség, azt nem hagyhatjuk ott. Tehát, hogyha tényleg az a rendőrség, akkor ne... Nem áll! Jó, itt a kalapáccsal azért itt aránylag könnyű rendet vágni. Ne, betörte az a nyomorút az ablakot, és most minden hülye ide fog jönni. Nem áll! Megint nem látok egy büdös szót se, nem lehet fölkapcsolni a villanyt. Gyerünk! Legalább valakinél lenne egy nyomorult istenátka mi? Mondjad már. Lámpa.
Persze, azt is tört be az ablakot. Nem vagyunk elég hangosak a zombiknak. Ez. Jó, blues cipő szoknya. Akkor, hogyha ez a Kurt House, akkor ennek kellene a rendőrségnek. De én ebben nem hiszek, hogy ez lenne a rendőrség. Ez inkább valami kisbolt. Chips. Szén. Chips, szóda. Igen, ez nem rendőrség. Szögek, az összeset felvesszük. Ez valami takarmánybolt. Hát meg kell, meglátjuk. Itt van az ebédlő. Várj csak. Nézzük csak meg. Ott... Igen, szerintem ez az igazság, hogy szerintem ez nem ennek a területnek a térképe. Ez az igazság. Faszén. Hún. Faszta. Na, hát ez meg mi jött ide? Üssed a fejét. A rúzs, kreditkárd, az nem feltétlenül érdekel. Az a baj, nem nagyon tudom, hogy mi az, ami fontos tárgy, meg mi az, ami nem fontos tárgy. Például most én szívesen kalapáccsal szét lehet ütni egy fát szerintetek? Például. Hoppá, megsérültem. És vérzek. Na ez az, amit nem akartam, ez az, amit egyáltalán nem akartam, hogy sérült legyek, mert ez nagyon rossz. Valonnan kell nekem egyébként alapanyagokat is gyűjtenem, tehát ilyen fa, meg ilyesmi, csak nem tudom, hogy azt hogyan kell, majd jobban utána kell ennek néznem. Itt van az én otthonom. Visszajöttünk, gyakorlatilag semmit az éget a világon nem sikerült elintézni, mondjuk körülnéztünk a környéken, az egészen biztos. Bemegyünk a fürdőszobába, mert a fürdőszobában szokott lenni első segélycucc. Hát itt nincs. Nincs első segély, cucc és vérzek. Kezdődik itt a jóféle buli. Be kell mennem másik házba, megnézzük a másik házba is az első segély felszerelést. Keresünk egyet mindenféleképpen. Azután elkezdünk azon gondolkozni, hogy hosszú távon mit fogunk csinálni. Én szerintem a legfontosabb az lenne, Isten igazából. Na, menj már onnan, azaz, üssed a kalapáccsal. Hogy valamilyen szinten próbáljuk megvédeni magunkat. Jó éjszakát, Levente. Úgy. Aludjál jó, kisfiam. Jó. Az mi? Semmi. Cipő, blues, de nekünk első segély kell, azt nem tudom mi. Nem tudom értelmezni azt a grafikai elemet ott. Fölmegyünk. Körülnézünk. És itt sincs semmi, hát majd valami, hát... Nem is tudom, megmondom őszintén. Blues, meg ébresztő óra. Az ébresztő órával el lehet terelni egyébként a zombik figyelmét, az egészen biztos. Másik házban meg próbál valami zombi kijönni, és nem nagyon jön neki össze, de mindjárt segítünk, mindenféleképpen. Na kinyitjuk ezt az ajtót, remélem csak egyedül vagy, Pistám. Plutty! Nehogy már ne találjam el! Plutty! Azaz!
Gyerünk! Csapjad! Csapjad! Úgy. Hát megint nincs nála semmi érdemleges. Viszont itt a férje, vagy nem tudom ki ez. Jajaj. Amikor így közelbe jön hozzánk, akkor bizony, azért ő megharap. De miből van ez, te atya úristen? Hagyjál már! Ez kalapáccsal szétverem, beleütöttem vagy 20-at. Ez milyen zombi? Te! Maradj! Maradj már ott! Fű, basszus! Ez miből volt? Az anyja úristenit! Jól van. Ne! Te megijesztett ez is! Tehát ez hamar elesett, úgyhogy ezt így... Ügyesen szétöltük. Tükör, tútpassz, fehérítő, fürdőlepedő. Nem tudunk csinálni valamit? Kilt itt. Dirty bandage kell, meg egy... meg víz. Hát víz itt van, szerintem be tudjuk magunkat kötni. Ebből fogjuk, és... széttépjük a nadrágját, és szét fogjuk tépni most a pulóverét is az embernek. Nagyon jó. Gyönyörű, csodálatos. Aztán... Nem lehet itt... Vagy hol lehet megmosni? Valahol lehetett, valahol meg lehetett, valahol ki lehetett mosni. Kezdenek visszajönni az emlékeim, valahol ki lehet mosni ezt a szerencsétlen ruhát. Hát gondolom nem a nappaliba lehet kimosni a szerencsétlen ruhát, hanem valami olyan helyen, hol a konyha egyébként, csak kérdem. Nem akarok indiszkrét lenni. De hol az anyádba estek? Ne vicceljél már! Nincs konyha ebbe a szerencse nélküli házba? Na igen, igen, igen! Megtöltjük a vizes poharat, az egészen biztos. És... kézbe kell venni talán? Kézbe veszük a rongyot. Nem tudom. Vagy lehet, hogy a vizes pohárral lehet ezt, hogy kell ezt? Beköt. Ezzel be lehetne kötni magunkat, de ezt ki kell takarítani előtte. Ó, milyen beállításokat állítgatok. Vissza-vissza. Ki kell takarítani előtte a rongyot. Valahogy. Nem tudom. Egyelőre. Ez is valami rohadt nagy épület lesz. Jó van. Jó, akkor egy kést a kezünkbe veszünk, és fölvesszük a harcot Gézával. Azaz, csapassad már, csapassad! Meghalt, ennyi volt Géza. Azaz. Neki is ennyi volt Géza. Enyhén vérzik. Kajások vagyunk. Itt egy steak. Csak nyers. Víz. Itt van, ezzel lehet kitakarítani. Nem a mosdóba, hanem a víz, ami nálunk van, azzal lehet kitakarítani a rongyot. Nagyon jó.
Bekötjük magunkat a jobb felső karunkat. Nagyon jó, nem vérzünk tovább. Idáig jutottunk, drága barátaim. Életveszélyesen sérült. Uha. Csörétes puskalőszer. Vetőmaglőszer, vagy káposzta vetőmag. Zsebkendő. Nézzük végig ügyesen. Ez egy nagyon jó hely. Nyugtató, kötés. Vetőmaglőszer. Igen, lőszert akarok. Lőszert, meg egyet. Veszek egy tablettát, egy nyugtatót. Az egészen biztos. Sok minden cipelek már. És fájdalomcsillapítót is beveszek. Nézzük, mi van nálam. Ez egy nagyon jó hely. Ami használhatatlan, ezt eldobjuk. A villát eldobjuk. De várjál már, nincs nekem, ja még nincsen nekem hátizsákom. Kinyitjuk a paradicsomot, konzervet, és megesszük az egészet. Nagyon jó. Gyenge fájdalmat érzek, és életveszélyesen sérült vagyok. Még mindig. Igazából ami legjobban kéne nekünk, az egy hátizsák. Fájdalomcsillapító kötés, ez nagyon jó. First aid kit. Ezt nem tudjuk használni? Hova tűnt az inventory? Az első, a first aid kit-et nem tudjuk használni? Eldobra ném. Át tudjuk nevezni a first aid kit-et, de használni nem tudjuk. A bléta bokkoló az nem tudom, ide bevesszük. Új, de vissza kell jönnünk mindenféleképpen. Vitamin azt bevesszük. Asztalat, mennyi? Altatót felvesszük. Tudom, hogy sok minden van nálam. Tudom. Le kell raknunk valamit. Leraktunk három kalapácsot. Béta blokkoló a szívgyógyszer. Lehet, hogy azt is be kéne vennünk. Beveszünk egyet. Tablettákat bevesz. Most már mindent bevettünk. Ez egy gyógyszertár, úgy nézem. Vitamin, itt is, fertőtlenítő. Hátizsák kellene nekünk. Jó. Mi van, amit ezt a használhatatlan készet eldobjuk? Mi van, amit fel tudunk használni fegyvernek? Konyhakést. Jó. Ezt megjegyezzük, ezt a helyet, mert ez egy jó hely. És valaki ki akar jönni. Gyere, bimbo arcú, gyere! Hoppá. Mindig elfelejtem, hogy amerre nem nézek, arra nem látok. Lehet ilyen. Vízforraló, serpenyő, kés. Nem vagyok éhes. Nem. Kávé, vízforraló, az lehet, hogy kell. Faszén. Hátizsák kéne nekem, gyerekek. Hátizsák, nagy erővel. Itt is öngyújtó. És nincs hátizsák, basszus, nincs.
Jó, nem vettek elő, nem vettek észre a zombik. Hú, ez itt ilyen nagy... Ah, oh, lehet, hogy oda megyek. Ez... Mi van? Gyerünk már, öld már meg ezt a zombit, öld. Jó? Az mi az? Azt nem látom mi az. Valami blurp. Ez ez. Uha. Ez így nem jó. Ez így egyáltalán nem jó. Mivel eltüntettem magamnak azt a kis inventorit, amit a földön látok, hogy ott van. Átmásztam a bokron, illetve átverekedtem magam, és bemegyünk ebben a házban, hogy megnézzük, hogy erre felé mi a pálya. Joghurt, kenyér, eper. Nem kaja kell egyáltalán, valami icipke, picike, kisi zsák, vagy láda, vagy valami, amiben magunkkal tudjuk hordozni a cuccot, mert így a zsebünkbe már nem fog elférni semmi. Meg jó lenne az életveszélyes sérülést egy picit visszább tenni. Becsukjuk az ajtót. És itt elalszunk, szerintem. Túléltük az első nappalt, vagy éjszakát, vagy én tököm tudja, hogy mennyi az idő éppen. De lehet, hogy jó lenne egy... Ha, nem találok ki. Most már éjszaka van. Éhes is vagyok, de szerencsére van nálam kaja. Vagy nincs. De van, mert a kukoricát ki tudom nyitni, és azt meg tudom enni. Most már nem vagyok életveszélyes sérülése. Idegroncs vagyok, és gyenge fájdalmam van. Ami azt jelenti, hogy biztos van rá valami anyagom. Nem á! Nem á! El kell takarodnom innen. Valahol egy villanykapcsolót nem látok. Megpróbálok megint aludni. Nem tudok aludni. Iskolatáska. Felmarkol. Lett egy iskolatáskám. Ez nagyon jó. Az iskolatáskát azt föl tudom venni a hátamra, és az iskolatáskába bele tudok rakni dolgokat. Például, ami fölösleges most... Az a 90 méteres lőszer. A béta blokkoló. Az üres, nem tudom mi, first aid kit. Meg mi az, ami nehéz még? Ezt a térképet. Jó, szerintem beveszünk egy altatót. Veszünk egy altatót, és megpróbáljuk végigaludni az éjszakát. Vettünk egy altatót, mi nem alszunk. Jó lenne látni, hogy hol a bánatban van. Várjál csak. Nem lehet itt egy kicsit csalni. Nem lehet. Hol van egy villanykapcsoló, hogy valami, mert ez így, ebben a formában, ez így durva lesz. Úgy. Az anyád úristen, itt megijesztettél. Jaj, ne! Itt van mögöttünk a másik. Úgy, azt is letapossuk. Király! Plács! Eljegyzési gyűrű, foundation make-up, mellé, nem érdekel, hülyeségeket nem érdekel minket. Nem baj, találtunk hátizsákot. Ez aránylag fontos. És...
Gyerekek, egy óra eltelt, azt hiszem, hogy tesznek ez pontosan elég volt. Jövök még nem sokára, aki kérek szépen, iratkozzatok föl, vagy kövessétek a csatornát, és itt lesznek a streamek egy ideig biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, pápá, jó éjszakát!